Ahogy mondtam, tehát tulajdonképpen egész Magyarország az eredményt várta. Ki lesz Budapest főpolgármestere a következő 5 évben Vitézi Dávid fellebbezése után? Zajlik még a Nemzeti Választási Bizottság sajtótájékoztatója. Ott van az épület előtt Heiter Lívia kollégánk. Szervusz Lívia! Én néztem az élő közvetítést, és nagy örömújongás hangjait lehetett hallani. Kik vannak ott az épületnél, és milyen értelmezést vontak le a számokból? Szervusz, és köszöntöm a kedves nézőket. Valóban itt állunk még mindig a Nemzeti Választási Iroda előtt, ahol pár perccel ezelőtt ért véget a sajtótájékoztató, legalábbis pár perccel ezelőtt derültek ki a végleges eredmények, az újraszámolás eredményei, és ezek a legfontosabb információk, hogy úgy ismertetném is. Az újraszámolt szavazatok eredménye a következő. Grunner András 53 érvényes szavazat, Vitézi Dávid 363 érvényes szavazat, és Karácsony Gergely 112 érvényes szavazat. Ez azt jelenti, hogy Karácsony Gergely maradt a főpolgármester a számok alapján. Karácsony Gergely amúgy ide hívta a Nemzeti Választási Iroda elé szimpatizánsait, követőit ma este 6 órára, amikor még ugyan nem voltak meg a végleges eredmények, de ő már megtartotta beszédét, és ebben azt hangsúlyozta, hogy teljesen mindegy, hogy mi lesz a mai újraszámlálás eredménye, ő mindenféleképpen egy új választás kiírását szeretné, hogy egy új választáson dönthessenek az emberek az új főpolgármesterről. Itt nagy, ahogy te is említetted, nagy örömújongás volt, ők itt egy kivetítőn, illetve kihangosítón követték a sajtótájékoztatót, illetve a sajtótájékoztatón bemutatott eredményeket, de Karácsony Gergely csak ugyan, mint ahogy csütörtök este továbbra is azt erősítette meg, hogy teljesen függetlenül a számoktól ő szeretné újra megtartani a választást, és szeretné, hogyha a főpolgármester választásra újra sor kerülne. Tehát ide 6 órára hívta szimpatizánsait Karácsony Gergely. Itt körülbelül 6 óra előtt pár perccel kezdtek el gyülekezni az emberek. Karácsony Gergely 6:45 körül érkezett ide, akkor kezdte meg beszédét, akkor tartotta meg beszédét, és arra kérte a szimpatizánsait, hogy az eredmények kiderüléséig, amíg a Nemzeti Választási Bizottság nem tartja meg sajtótájékoztatóját, maradjanak itt és kövessék együtt a fejleményeket, ami végül meg is történt. Akkor mondott egy újabb beszédet, és most pedig talán, ahogy a nézők is látják, kezdenek elszállingozni az emberek, és mindenki hazafele veszi az utat. Lívia, arról beszélte a főpolgármester Karácsony Gergely, hogy milyen jogi megoldást fontolgat. Most én nekem hirtelen egy dolog jut eszembe, hogy átveszi a mandátumát, majd azonnal lemond, hogy új választást kelljen kiírni. Bármilyen utalást tette ezzel kapcsolatban? Ezzel kapcsolatban a főpolgármestert még a tegnap este tartott sajtótájékoztatóján, illetve egy későbbi televíziós, illetve online beszélgetésen kérdezték, akkor erre még nem tudott egyértelmű választ adni. Tegnap a sajtótájékoztatóján megkérdeztük arról, hogyha esetleg az az eredmény következik be, hogy kiírják az új választást, és mégsem ő kerül ki győztesként, akkor beül a közgyűlésbe, de még erre sem tudott választ adni a főpolgármester. Izgalmas percek. Heiter Líviának nagyon szépen köszönjük.